most kivételesen a főnök a felelősség probléma körében, a felelősség tárgykörében arra figyelmeztet minket, hogy nem csak önmagunkért tartozunk felelősséggel, de a másikért is, hogy úgy annak idején, a teremtés hajnalán, a bűnbeesés körül, Káin és Ábel párbeszéde, az Úr felé kiáltás, hogy vajon őrizője vagyok én az én testvéremnek? Ott újra és újra a krisztusi igehirdetésben visszhangzik a válasz, hogy bizony az vagy. Hogy bizony van dolgod vele. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha a ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi. A hónap perikópái során a gondolkodásmódunk nevelésében az Úr újra egy rendkívül érzékeny pontra tapint rá a mai vasárnap. Érdekes ellentmondás feszül az ember életében. Egyrészt nagyon szívesen kacsingatunk általában kifele. Amit a másik, amit a testvérem, amit a padban előttem, mellettem, mögöttem ülő, uram, bocsá, amit netán a plébános tesz, az mindig végtelenül izgalmas. És az alapvetően beindítja a jól fejlett kritikai érzékünket. És tulajdonképpen a kritikával az ég egy adta világon nincs is semmi gond. Kritizálnunk ugyanis kell. Ez szükséges, szinte alapvető kötelesség. Egyrészt gondolkodó lény voltunkból fakad, másrészt maga az Úr is erre int bennünket. Kritizálni kell. Csak ne felejtsük el, hogy a kritika az alapvetően mindig tartalmaz egy építő modalitást is. Nem csak a másik töredékességeit, szerencsétlenségeit, hibáit emlegeti, hánytorgatja fel. Nem csak szembesítésről van szó. Ó, hát addig végtelenül élvezetes, leginkább a rögtön ítélő bíróság asztalának a másik oldalán ülők számára. Tulajdonképpen az Isten számára érdekessé akkor válik, amikor elkezd építeni. Amikor alternatívákat is sorol. Amikor nem csak arról van szó, hogy mi és miért rossz. Mi az, amit garantáltan elrontottál, amit biztos rosszul teszel, hanem hogy hogyan is lehetne ezt jobban csinálni. Hogy ad lehetőségeket, ad alternatívákat. Ha ez a része elmarad, akkor csak szimplán megszólásról. Alapvetően pletykáról van szó, ami már bűn. Tulajdonképpen egy mozzanat, ami a kettőt megkülönbözteti. Egy apró mozzanat, ami a kettőt elválasztja egymástól, és már is ég és föld a különbség a kettő között. És olyan érdekes, hogy még szeretjük a másikat figyelni. Ugyanez az éles látás befelé,
a lehető legkevésbé szokott megvalósulni, tehát többnyire önmagunkkal végtelen elégedetten dőlünk hátra, vagy ha érezzük is, hogy gáza van, akkor elodázzuk a kérdést, és foglalkozunk inkább mással, mert az izgalmasabb, mint önmagunkkal. Most kivételesen a főnök a felelősség probléma körében, a felelősség tárgy körében arra figyelmeztet minket, hogy nem csak önmagunkért tartozunk felelősséggel, de a másikért is, hogy úgy annak idején, a teremtés hajnalán, a bűnbeesés körül, Káin és Ábel párbeszéde, az Úr felé kiáltás, hogy vajon őrizője vagyok én az én testvéremnek? Ott újra és újra a krisztusi ige hirdetésben visszhangzik a válasz, hogy bizony az vagy. Hogy bizony van dolgod vele, hogy kötelességed vigyázni a másikra. Hogy kötelességed vigyázni a te testvéredre, hogy közös kötelességünk vigyázni egymásra. És a correctio fraterna, a testvéri figyelmeztetés eszköze, valahol tulajdonképpen itt, Máténál, ebben a perikópában nyeri el a maga végső értelmét, amikor azt mondja az Úr, hogy ha testvéred vétkezik, figyelmeztesd először négy szem közt. Ha nem hallgat rád, ha nem sikerül megnyerned testvéredet, akkor többen beszéljetek a fejével. Ha még így sem sikerül, na akkor vidd a nagyobb plénum a nyilvánosság elé. Mi valamiért szeretünk energiatakarékosan eljárni ebben az ügyben, és rögtön két fázist ugrunk. És azonnal a plénum elé visszük az ügyeket, holott a saját személyes felelősségünk önmagunk felé és a testvérünk felé is, pontosan ebben a négy szem közti, ebben a nagyon intim, ebben a nagyon titkos kollerációban valósul meg, amikor a saját felelősségemet érezve, a szeretettől hajtva kell, hogy beszéljek vele. És Ezékielnél is rendkívül egyértelmű az ügy, amikor azt mondja az Úr Ezékielnek, hogy amennyiben felfedezed az istentelen életmódját, de nem teszel semmit, hogy eltérítsd az útjáról. Az istentelen meg fog bűnhődni. Hát persze, az ő döntései. De te is. Rajtad kérem számon, téged kérdezlek. Ellenben, ha figyelmezteted, ha szólsz neki, és mégsem tér le az útjáról, nyilván bűne miatt megkapja, amit érdemel, de te megmenekülsz. Nem arról van szó, hogy megsimogatnak, nem arról van szó, hogy megdicsérnek. Csupán arról van szó, hogy azt tetted, ami a dolgod, mert felelősek vagyunk egymásért.